Javul az árvízi biztonság a Közép-Tisza völgyében, ittasan ült autóba, oszlopnak csapódott. Elkészült az új iskolaépület Jászapátin, lopástól a rablásig. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2023. szeptember 27-én 18 óra 5 perckor. Az árvízi biztonság növelése a Közép-Tisza völgyében című KEHOP kötőjel 1.4.0 kötőjel 15 kötőjel 2021 kötőjel 00030 azonosító számú projekt keretében megvalósuló beavatkozások olyan területekre fókuszálnak, ahol a fejlesztések elengedhetetlenek a Tisza árvízének biztonságos levezetéséhez, így az egész Tisza völgy árvízbiztonságának javításához. A fejlesztés az alábbi projekteket tartalmazza: a Tisza-tó védelmi rendszerének rekonstrukciója, Martfű Tisza balparti töltés áthelyezése, a Hortobágy-Berettyó balparti árvédelmi töltés helyzeti állékonyságának javítása 13 kilométeren. Az elmúlt pár száz esztendőben, mióta lecsapolták a mocsarakat, szabályozták a folyókat, minden évben foglalkozni kell folyóinkkal, gátjainkkal, tehát a vízügyjel. És akik itt ülnek, fiatal és még fiatalabb szakemberek, azok majd amikor nyugdíjba mennek, akkor is olyanoknak adják át a munkát, akik folytatni fogják az elődök munkájának karbantartását és új beavatkozásokat. És jó látni azt, hogy vannak rá szakemberek, és vannak források is. Most egy kicsit furcsa, mert az emberi emlékezet aránylag rövid. És néztük a hatalmas árvizet, ami eszünkbe jutotta, hogy tényleg milyen is a Tisza folyó. Tavaly évben rekord aszály volt, és el is felejtettük azt, hogy van nagyon sok víz is. És ha eszünkbe jut, hogy amikor volt a jeges ár, amikor Tisza csegéről megérkezett a komp Tisza derzsre, elfelejtjük a folyó szeszélyességét. És jó az, hogyha olyan beavatkozások történnek, amelyek műszakilag, szakmailag meg vannak alapozva. Hiszen nem véletlen az, hogy a magyar vízügyi műszaki ágazat világra szóló. Én, hogyha sikerül állami delegációval valóban külföldre menni, akkor mindig ajánlják a vízügyi szakembereinket. Hiszen a vízügyi szakembereink Európába, Ázsiába, a világ minden részén megállják a helyüket. És látjuk azt, hogy legjobb az, hogy itt állják meg a helyüket. És hát több ilyen projekt zárón vettem részt, legtöbbször Kiskörén. Ott voltak a Kötikövízignek a projekt zárói, és jó azt látni, hogy folyamatos munka folyik. Mert persze van aszály, azt is kell kezelni. A tavalyi évben Szolnok vízpótlását szerencsére a Tiszatóból tudtuk pótolni, ami persze Szolnoknak jó volt, a tiszatavi turizmusnak kevésbé. De ne felejtsük el, hogy a Tisza nem csak a turizmusra van, főleg nem csak a turizmusra, hanem éltető folyó, mezőgazdaság öntözővizét biztosítja, és szeszélyes folyó is. Egyszer sok, egyszer kevés. A Tisza folyó balparti töltéskorona helyzeti állékonyságának javítása 37 kilométeren, a Hernád folyó műtárgyainak rekonstrukciója. A Kötivizék területén Martfűnél a Tisza balparti töltésének áthelyezése szükséges mintegy 800 méter hosszan, miután folyó veszélyesen megközelítette a töltéstáblát. A Tiszató védelmi rendszerének rekonstrukciója keretében a hullámverés elleni kőművek helyreállítása összesen 1593 méter hosszban, pótlása pedig 2260 méter hosszban történik meg. Ezen kívül megújulnak a Kis-Tisza és a 4-es számú szabályozó műtárgyak.
magyar vízügyi szakemberek munkája olyan országokban, ahol még esetleg nem fejlődött ki eléggé a vízgazdálkodás, az ivóvíz képítése, az ivóvízellátás képítése, ott bizony a magyar szakembereknek a munkáját kivisszük, segítünk, és világhírű elmondhatjuk. Úgyhogy én Tiszafüred nevében is, de az egész önkormányzati szféra nevében is köszönettel tartozom a vízügy munkájáért. És hogy képviselő úr is fogalmazott, itt bizony észnél kell lenni. Azért az elmúlt években nem csak a járvány vagy a háború nehezítette a dolgunkat, hanem az időjárási viszontagságok is. Egy olyan világban élünk, amikor fel kell készülni arra, hogy különböző szélsőséges időjárási tényezők az életünkbe beleszólhatnak, az önkormányzatok vagy akár a intézmények működésébe. Tiszafüredre is az elmúlt hetekben nem egyszer csapott le olyan szintű vihar, de nem állok el újat, akár a többi település is felhozhatná példának. Az idei év bővelkedik vizekben, árvizek vannak, a tavalyi év szűkölködött vizekben aszály volt, tehát itt a szakembereknek nagyon észnél kell lenni. A beruházás finanszírozása a COVID-19 világjárványra adott uniós válasz részeként történik. Egy kenderesi lakos személyautóval közlekedett Kunhegyes külterületén, aki haladása során nem megfelelően választotta meg a sebességét, ezért egy kanyarba lesodródott az úttestről és egy villanymérő berendezésnek, majd egy villanyoszlopnak ütközött. A nyugalom megzavarására alkalmas tudósítás következik. A 46 éves sofőr a baleset következtében súlyos, életveszélyes sérülést szenvedett. A sofőrrel szemben alkalmazott alkoholszonda pozitív értéket jelzett. Az ügyben a karcagi rendőrkapitányság járművezetés ittas állapotban vétség elkövetése miatt folytat eljárást. Tudtuk meg a Jászlanykun Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivőjétől. Több mint 1 milliárd forintos támogatásból 2-2,5 év alatt építették át iskolává a korábbi járásbíróság épületét Jászapátin. A 150 férőhelyes 6 általános, valamint 2 informatikai és 1 természettudományos tantermes iskola átadásán Lázár János építési és közlekedési miniszter arról beszélt, hogy a következő évtizedek egyik komoly kihívása az lesz, hogy a fiataloknak legyen okuk és lehetőségük is szülőföldjükön maradni. Úgy gondolom, a következő két évtized legfontosabb kérdése az, hogy az itt élő fiatalok számára melyik út nyílik meg, és mi ebben hogyan tudunk segíteni, és milyen feladatunk és felelősségünk van. Abban egészen biztos vagyok, hogy van 2 dolog, ami befolyásolja ezt a folyamatot, és ezt jó szívvel ajánlom az önök figyelmébe. Az egyik az, hogy ahhoz, hogy a szülőföldjén maradjon valaki, szükség van arra, hogy lehetősége legyen a maradásra. A másik pedig szüksége van arra, hogy oka legyen a maradásnak. Tehát szüksége van az itt élő fiataloknak, hogy lehetőségük legyen a maradásra, a szülőföldön maradásra, és szükségük van arra, hogy okuk is legyen a szülőföldön maradásra. Amikor lehetőségről beszélek, akkor természetesen a boldogulás lehetőségéről beszélek, a szó szoros és átvitt értelmében, érzelmi és materiális értelmében is. Ha egy közösség, Jászapát és a Jászság munkát, előrehaladást, otthonteremtést, a szülőföldön való boldogulás lehetőségét kínálja egy mai fiatal számára, akkor egy nagy ajánlatot tesz. Az a kérdés, hogy ezt képesek vagyunk-e megszervezni. Nagyon biztató az a munka, amit Jászapátiban a képviselőtestület és polgármester úr ezen a területen elvégzett, és amit 2010-ben egy gazdasági és világválság közepette Pócsi János képviselőtársam kezdett el, hiszen a munkanélküliség radikálisan csökkent az elmúlt években, jelentősen nőtt a betelepülő vállalkozók és az itt biztosított gazdasági lehetőség száma és aránya. Azt tudjuk mondani, hogy aki dolgozni akar, az talál megélhetést. Az a kérdés persze, hogy mennyit keres, hiszen a lehetőség, a boldogulás lehetősége nem csak a munkahelyet, hanem a jól fizető munkahelyet, a versenyképes egzisztenciát is jelenti. Ezen a területen sokat léptünk előre, hiszen olyan évek vannak mögöttünk, amikor nettó 10%-kal nőtt a nettó jövedelem évente, most azonban nehéz év áll mögöttünk, és a következő év sem könnyű kihívás. Tehát biztos, hogy a lehetőség teremtésben a munka, a munkahely, az otthonteremtés, a családalapításhoz biztosított támogatások számítanak. De kell oka is legyen annak, hogy valaki itt maradjon ebben a közösségben, a Jászság közösségében. Ez az ok lehet az, hogy magas színvonalú szolgáltatásokat kapnak a fiatalok, vagy a fiatal fölnőttek, akik családalapításra vállalkoznak. Azt hiszem, hogy egy józanul gondolkodó és egy jól gondolkodó fiatal számára nagyon fontos az, hogy milyen az óvoda, milyen az iskola,
milyen a szabadidő eltöltésének a lehetősége, vannak-e jó sportolási lehetőségek, milyen közösség, amelyben él az ember. És azt gondolom, hogy ha lehetőséget teremtettünk, a jó szolgáltatásokkal, például egy iskolafejlesztéssel, egy bölcsöde építésével, egy óvoda megnyitásával, játszóterek, sportpályák létrehozásával, a kulturális élet megszervezésével, okot is adunk arra, hogy az ember maradjon és ne mozduljon. Tehát lehetőségteremtés és ok biztosítása a szülőföldön maradásra. Ez a két fontos kihívás áll minden egyes települési és országgyűlési képviselőtársam előtt, és mindenki előtt, aki az országban a közügyek szervezésére vállalkozik. Ennek az iskolának elnök asszony felsorolta az erősségét, és felsorolta a tankerülettel kapcsolatos kihívásokat, sőt az országban zajló oktatási fejlesztéseket is. Én amikor megnéztem az itteni adatokat, és beszéltem néhány emberrel, pontosan érzékeltem azt, hogy Jász-Nagykun-Szolnok megyében azoknak a gyerekeknek a száma, akik tehetségesek, de kevés lehetőségük van, azoknak a gyerekeknek a száma igen magas, mint ahogy azon gyerekek száma is, akik hátrányos családi környezetből érkeznek az iskolában, vagy sajátos nevelési igényűek. Vannak olyan települések, ahol az iskolákban ezeknek a gyerekeknek a száma ebben a megyében már az 50%-ot is eléri, vagy meghaladja, és akik tapasztalt és régi pedagógusok pontosan tudják, hogy az elmúlt években a jövedelem viszonyok pozitív változása ellenére a nehézségekkel, kihívásokkal küzdő családoknak a száma éppenséggel nem csökkent, és vagy azért, mert jobban keressük, vagy azért, mert jobban találjuk, de sokkal több olyan gyerekkel találkozunk, akinek tehetséggondozásra, odafigyelésre, támogatásra, gondoskodásra van szüksége a szónak szociális és nem csak oktatási, lelki és nem csak iskolai értelemben. Ezért nem csak kő és habarcs egy iskola, hanem szellemiség is. Annak a több tucatnyi itt dolgozó pedagógusnak a szellemisége, aki az igazgatóúrral közösen csapatot alkotva megpróbál ezeknek a gyerekeknek részben segíteni, részben lehetőséget teremteni. Én sokat foglalkoztam polgármester koromban a kompetencia mérésekkel. Nagyon könnyű egy olyan iskolában, a főváros elitkerületeiben, vagy gazdag városokban a gyerekekkel jó kompetencia mérés eredményeket elérni, ahol otthon stabil családi háttér, jó egzisztencia, könyvtár áll a gyerekek rendelkezésére, rendezett családi háttér és odafigyelő és aggódó szülői környezet. Sokkal több a hozzáadott érték egy olyan településen, ahol hátrányos helyzetű gyerekekkel kell a kompetencia mérések kapcsán, vagy bármilyen teljesítményértékelés kapcsán eredményt elérni, olyan gyerekekkel, akik tehetségesnek születnek, de nincs lehetőségük arra, hogy a családi környezetben ezt a tehetséget kibontakoztassák, és a tehetség gondozása, kibontakoztatása az iskolára marad, a pedagógusra marad, akinek a vállán óriási bürokratikus teher van, akinek a vállán természetesen óriási egzisztenciális teher van, személyes felelősség, neki kell még a saját családján túl jó néhány tucatnyi gyerek életéről személyesen gondoskodni és gondolkodni, hiszen ma egy pedagógusnak nem csak az a kötelessége és feladata, hogy a tananyagra megtanítsa a gyereket, vagy megismertesse, és mondjuk adaptációs képességgel ruházza föl a gyermeket, hanem sokkal inkább családi környezetet is kell biztosítani, és ezt tartom a legnagyobb, legnehezebb, nem kellőképpen értékelt és nagyjából megfizethetetlen szolgálatnak, amit a pedagógus kollégák végeznek. Egy tiszaföldvári férfi elmúlt pár hónapja ékes bizonyítéka annak, hogy ha valaki a bűn útjára lép, olyan folyamatot indít el, hogy a végén annak irányítására már nem lesz ráhatása. A megalapozott gyanú szerint a 24 éves tiszaföldvári férfi 2023. májusában kezdett el kisebb vagyonelleni bűncselekményeket elkövetni a településen, vagy szórakozó helyről bárpulton hagyott mobiltelefont lopott. Emelve a tétet, következett két lakóingatlan, amelyekbe este tört be, azonban mindkét esetben megzavarta a sértett és elmenekült. Végül a legsúlyosabb tettére is sor került, amikor lopási céllal bejutott egy 80 éves férfi házába. A sértett kérdőre vonta, ekkor két alkalommal pofon ütötte, majd ellökte a tulajt, végül egy televízióval a kezében távozott a házból, amikor megérkeztek a tiszaföldvári rendőrök is elfogták. A nyomozók a férfit rablás büntette, és négy rendbeli lopás vétség miatt hallgatták ki gyanúsítottként, őrizetbe vették, és kezdeményezik letartóztatását. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták.
Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!